Fenyvesi Zoltánt, az Ajkai képviselőtestület tagját választották a megyei közgyűlés alelnökévé. A fideszes politikus sajtótájékoztató keretében mondta el, hogy a törvény meghatározza, a két poszt között összeférhetetlenség van, így Ajka város képviselőségéről lemond. 2014. november 24-én az Ajkai képviselőtestületében betöltött képviselői mandátumomról lemondtam, mégpedig a Fidesz-KDNP soron következő listáján, soron következő képviselő Ravasz Tibor javára. Így ezt az összeférhetetlenséget én 30 napon belül a jogszabály értelmében megszüntettem. Ravasz Tibor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a választási bizottság elnökétől már meg is kapta a megbízó levelét. Ravasz Tibor már az előző ciklusban is töltött be képviselői posztot, ezzel kapcsolatban a politikus elmondta, hogy a már elkezdett projekteket szeretné Ajkán folytatni. Ajkáról 5-6 olyan vállalkozás már most a támogatandó projektek között van, amelyek alelnök úron keresztül jutottak be ebbe a listában. Úgy gondolom, hogy nekünk az elkövetkezendő 5 évben két termünk van, egyrészt egy kis önvizsgálatot tartani, azokat a kérdéseket, amelyekre nem tudtunk hiteles választ adni, megválaszolni, illetve továbbra is a megyegyűlés alelnökén keresztül az ajkai vállalkozások, az ajkai lakosság érdekeit a megyegyűlésben is képviselni, és természetesen politikailag képviselni azokat a választókat, akik bennünket bejuttattak a képviselői mandátumainkban. A tájékoztató után Fenyvesi Zoltán, mint a megyei közgyűlés alelnöke nyilatkozott az Infotelevíziónak a ráváró feladatokról. A megyének nagy feladata lesz a területfejlesztés. Azokat a feladatokat, amelyeket megyei szinten kell majd megoldani, és amelyeket a városok, települések, civil szervezetek, gazdasági társaságok szeretnének az elkövetkezendő 2014-2020-as ciklusban megvalósítani, Európai Uniós forrás gyanánt, azokat a fejlesztéseket a megyegyűlés fogja elbírálni, javaslatot tenni, esetleg támogatólag fellépni. Én azt gondolom, hogy itt következik majd az a feladat, ami számomra ajkaiként fontos lesz, hogy tudjam településemet tisztességesen, megfelelő módon képviselni, és azokat a vállalatokat, gazdasági társaságokat, azokat a projekteket, amelyek Ajkán megvalósulnak, vagy szeretnék megvalósítani, azokat igyekszem támogatni, és igyekszem úgy segíteni az ajkai vállalkozókat, hogy ezek a projektek, ezek a fejlesztésekhez hozzájussanak. Természetes, hogy akár a városi önkormányzat, akár gazdasági szervezet, akár civil szervezet megkeres és igényli a segítségemet, támogatásomat, soha nem fogok elzárkozni, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezekhez a forrásokhoz ajkaiak hozzájussanak.